A Köszöv Akadémia létrehozásával a Köszöv elnökségének az volt a célja, hogy próbáljunk egy kis iránymutatást adni a közétkeztetés szereplőinek, élelmezésvezetőknek és szakácsoknak, hogy a sok szabályozás és a sok feladat között milyen a hogyan kell megvalósítani azt, hogy jó legyen a közétkeztetés, hogyan kell egy elfogadható, finom ételt készíteni, illetve amíg a szakácsok a konyhában, főzésben fejlesztik a tudásukat, az alatt az élelmezésvezetők egy profi szervezetfejlesztő coach segítségével megtanulják, hogyan lehet emberekkel kiegyensúlyozottan bánni, jól kommunikálni, egy-egy feladatot jól meghatározni, egy-egy célt jól kijelölni, és ösztönözni a munkatársakat a közös csapatban való munkára, együttműködésre, mindezt annak érdekében, hogy finom étel kerüljön az asztalra. Tulajdonképpen azért is lett létrehívva ez az akadémia, mert szerettünk volna új ötleteket közösen megosztani. Volt egy tematika, ami szerint elindultunk természetesen, élelmiszerbiztonság, modernség, frissesség. Azt gondolom, hogy ez egy közös munka. Itt összejött 14 élelmezésvezető szakács, akikkel együtt elkészítettük az ételeinket, amiket gondoltunk, reggeli krémeket, egy vegetáriánus ételt, burgonyából többféle verziót. Pontosan azért, hogy lássunk olyan ötleteket, amiket az egyik konyha kitalált, használ, megosztjuk egymással, megbeszéljük. Tehát egy fórum is egyben, és egyben egyfajta edukáció arra a nyitottságra, amit azt gondolom, hogy ma már a gasztronómia megkövetel a közétkeztetésben is. Amikor elkezdtük a közétkeztetési versenyt szervezni, akkor azzal szembesültünk, hogy ami leginkább hiányzik ennek a szakács rétegnek, vagy ennek a szakácskörnek, a képzés. Mert ha valaki nyílt vendéglátóban dolgozik, ő rendszeresen jár, tovább képzi magát, különböző képzéseket szerveznek nekik. Ennek a szegmensnek nem történik ilyen. És már akkor kezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen jó lenne egy fórumot teremteni ennek. Első fórumunk volt ugye a verseny, ami kimozdította a hétköznapokból a kollégákat, és régi álmunk ez a közétkeztetési akadémia életre hívása, ami most így első alkalommal sikerült. De érdemes megnézni az arcokat, ahogy dolgoznak, ahogy együtt van a teljes társulat. Mindenki, kiderül, hogy mindenki ismer valakit, akit ismer a másik. Mindenkinek van közös kapcsolódása, és barátságok szövődnek, illetve egy jókedvűen, jó ízűen főznek, és közben újdonságokkal, érdekességekkel találkoznak. Nagyon jól érezzük magunkat egy másik kollégámmal együtt. Ő is nagyon szeret itt sürögni, forogni, tetszik mindkettőnknek. Szerintem teljesen jó munka. Nagyon sok mindent tanultam már most, és úgy néz ki, hogy sikerült itt jó barátságokat is kötni. Nagyon klassz az egész. Örülök neki, hogy van ilyen lehetőség. Amikor megjelent a közérkeztetők újságjában, hogy lesz ez a gasztroakadémia, lelkesen nyúltam hozzá kérdéshez, hiszen nagyon jó fejlődésnek érzem saját magamnak és a szakácsaimnak, hogy egyrészt ők főzhetnek, tanulhatnak, én pedig tovább képzem magam nem csak mint vezető, hanem plusz tudást nyerek abból, hogy hogyan lehetnék jobban, hogyan csinálhatnám jobban, mit tehetnék meg az alkalmazottakért. Ez a mai nap nekem ezt adja pluszban. Én bátorítanék minden kollégát, akár vezetőt, élelmezésvezetőt, intézményvezetőt, jöjjön el és nézze meg, próbálja ki magát, tanuljon magáról többet, segítse az alkalmazottait, és a szakácsaim pedig a másik oldalon mindketten főznek, gyakorlati plusz tudást nyernek, amit később visszahozhatnak a közétkeztető konyhába. Ezáltal fejlődik maga a közétkeztetés is, jobb ételeket készíthetnek, ízletesebbeket, befogadóbbakká tehetik a gyerekek számára, és ez a mai nap nekünk ezt adja.